Ki fog ma önöknek ételt osztani, tudja? Én nem tudom, azt a tőkát legalább tudja, én nem tudom. Ismert ember? Igen, ismert ember. Nem mondták, hogy ki lesz az? A köztársasági elnök felesége. Már leelnök? A volt köztársaság, vagy a mostani? A mostani. Nem hiszem el. Ezt kimondottan arra hoztam. Ez direkt erre? Direkt. De doktornő. Igen, most jön utána a kezelés. Ezt fogja osztani a kaját? Mit adta, ötött káposztát, vagy mi? Írségi raguleves. Van benne sárgarépa, gomba, hús, zöld borsó, csipetke. És ilyen levet adnak lét. Mi tetszik az? Önnek? Mi az? Engem most hívtak, hogy jöjjek, eddig még nem voltam ilyen helyzetben, de természetes, hogy karácsonykor az ember keresi a lehetőséget, hogy hol tudjon segíteni. Hogy most ez mennyire segítség, az valószínűleg annyira, hogy osztom az ételt, és akik kapják, azoknak nagyon jól esik ebben a hidegben a meleg étel. Én egy kicsit fogok segíteni, ezt feltűrném, mert... Ilyennek ilyen kockása? Miért nincs? Nem, az szerintem a kabáté. Az én kabát? Igen. Sosem tudtam. Nem. Akkor még itt is tudunk újat adni. De most kérem. Mennyit kell adni még? Én nem is számítottam rá. Hát, ha megismernék, még az még jobb lenne, hogy melyik az a hölgy. Színére ide lehet számolni. Aj, most tényleg. Hát igen, most már látom. Én a televízióban is dolgoztam egyébként, mint rendész, és onnan is ismertem őt régebből. Még mikor a tévétornát csinálta? Még a tévétornát csinálta, így van. Még fiatal gyerek voltam, 20 éves, onnantól kezdve voltam ő televízióban. Gondoltuk, hogy a leves az biztos jó, és ennek az ünnepélyességét így karácsony előtt még az is emeli, hogyha a köztársasági elnök felesége is részt vesz ebben.